Üdvözlöm Önöket, nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Szombathely nem a világ vége, de ezt gondolom Ön is tudja, Ön is tudják, hanem a világ közepe. Az én szívem szerint mindenképp. Nos, de nem ezért, hanem az egy nagyon fontos téma miatt jöttünk most össze. Két nappal ezelőtt a KSH, a Központi Statisztikai Hivatal nyilvánosságra hozta a 2012-es foglalkoztatási adatokat. És tisztelettel és örömmel jelentem Önöknek, hogy Magyarország jobban teljesített 2012-ben, mint korábban a foglalkoztatás területén. 100 000-rel többen dolgoztunk, mint a kormányváltás idején. 64 000-rel többen dolgoztunk, mint 2011-ben. A 64 000 plusz foglalkoztatottból 42 000 volt a női foglalkoztatottak bővülése, 15-64-es korosztályról beszélünk, és 22 000 a férfiaké. És az igazi jó hír, hogy a 15-64-es korosztályú nők foglalkoztatási rátája 52% fölötti értéket mutat. 52,1%-a dolgozott 2012-ben a 15-64 közötti nőknek. 52% fölötti értékünk legutóbb 1992-ben volt, tehát 20 éves csúcsot értünk el. Mindez köszönhető annak természetesen, hogy a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy mind a nők, mind a férfiak foglalkoztatottságát növelje. Tudják Önök is, hogy az évtized végére 1 millió új munkahelyet kíván teremteni a kormány. Egy folyamat elindult, ráadásul nem is kis léptékekkel indult most el 2012-ben. Ez a folyamat, nagyon bízom benne, hogy 13-ban újabb, komoly emelkedéseket fog mutatni. Mindez azért, mert 12-ben két nagy intézkedést hajtott végre a kormány. Egyiket azzal, hogy a új munkatörvénykönyvét megalkotta, Önök tudják, júliusban az új munkatörvénykönyve hatályba lépett. És a másik dolog, hogy tavaly még csak meghirdette, de idén január 1-től már hatályba is lépett a munkahelyvédelmi akcióterv. A munkahelyvédelmi akciótervben az összes foglalkoztatási szempontból kockázatos csoport munkaadói járulékkedvezményben részesülnek. Ezek a csoportok közül 3 vonatkozik a férfiakra és a nőkre is. Tudják Önök, ezek a mindkét nemre vonatkozó kockázatos csoportok. A 25 év alattiak, az 55 év fölöttiek, és az alacsony iskolázottságúak, szakképzetlenek vagy csak alapfokú szakképzettséggel bírók. Az ő esetükben a munkáltatók a járulékok felét megtarthatják, kedvezményben részesülnek, azért, hogy meg tudják tartani ezeknek a munkavállalóknak a munkáját. És van egy negyedik csoport, ahol a nők igazán túlsúlyban vannak, amely csoport igazán a nőkre fókuszál. Ez a kisgyermeket nevelő nők. A kisgyermeket nevelő nők esetében ma még minden harmadik anyuka, 6 év alatti gyermeket nevelő nők esetében minden harmadik anyuka az, aki a munkaerőpiacon bent tud maradni, részt tud venni. Azért, hogy ők minél inkább bent tudjanak maradni a foglalkoztatottak között, a munkahelyvédelmi akcióterv addig, amíg a gyerek kicsi, 3 éven át kedvezményeket ad a munkáltatónak, ebből 2 éven keresztül elengedi a teljes járulékot, 3. évben pedig fél járulékot fizethetnek azok a munkáltatók, akik azokat az időszakokat, amíg a családban nagy a láthatatlan munkaigény, ezeket az időszakokat segítik az anyukáknak átvészelni, hisz a válság óta bármilyen kutatást olvasunk, mind magyart, mind külföldit, mindegyik kutatás egybehangzóan azt mondja, hogy a családok esetében nőtt a családi, a gyermeknevelés iránt is, és ezzel egyszerre a munkában maradás iránt is az igény. Ez máshogy nem megvalósítható, csak úgy,
hogyha a munkaerőpiacunkat családbarátabbá tesszük, rugalmasabbá tesszük. Ehhez is hozzájárul mind az új munkatörvénykönyve, amely keretrendszer teremtett meg ahhoz, hogy a munkaerőpiac át tudjon alakulni, rugalmasabb, családbarátabb tudjon lenni, mind az előbb említett munkahelyvédelmi akcióterv. A munkahelyvédelmi akcióterv keretében, ebben a négy csoportban, amit az előbb említettem, ebben a női foglalkoztatottaknak közel 30%-a érintett. Nagyon sok mindenkire vonatkozik ez. És mivel tavaly meghirdetésre került, idén viszont már konkrétan az adókból le lehet volna, járulékokat lehet csökkenteni, ezért a tavalyi számok, azt gondolom, a tavalyi emelkedés a jó hírre, a meghirdetésre indult el, viszont az igazi munkahelyvédelmi számokról majd jövő ilyenkor tudok remélembe számolni, mert ezért nagyon bízunk abba, hogy 13-ban további emelkedés fog a foglalkoztatás területén tapasztalható lenni.